kacok! Meglepőnek tűnhet ez a beköszönés most. Hát most az történt egészen pontosan, hogy... Jaj. Na, majd mindjárt mondom, várjunk csak egy pillanatot. Közben itt nagyon alvilági zene megy, szokás szerint. Teljesen ráfűtem ezekre a büdös alpári zenékre, vagy nem is alpári zene ez, hanem ezek a ilyen kis sitter zenék, baszki. Nagyon durva. Most keltem föl amúgy, tényleg egy pár perccel, hát ez fél órája, de hát egy picit érzem ezt a betegségféleséget. Folyik az orrom nyilván. A közérzetem se az igazi. Úgyhogy hát a szemeim is azért olyanok, amilyenek. Szevasztok! Jó reggelt, Lali, Zalán, Romeo, Hofigyó, Csucsu, G-Boy, szevasztok! Úgyhogy... hát most ilyen idiótán fogok kinézni, de nem baj. Együtt szépen megvárjuk azt, hogy érdekes státuszba kerüljön ez a Twitch-es csatorna. Azok és akkor mai napot már úgy tudjuk csapatni, ahogy. Na most igazából annyiról szól ez az egész tényleg kerekperecen, hogy szeretnék délig vagy délutáni órákban ezzel foglalkozni, hogy itt ki kell tölteni komoly papírokat, és azokat, hogy meg kell tenni, ez nem rövid idő sajnos, előrejelzések alapján, és ezeket szeretném minél arra megcsinálni, és ahhoz, hogy ennek neki tudjak állni, ahhoz kellett egy élő adás. Tehát elég idiótán hangzik, de tényleg ez az igazság, és hát most így azért van adás, mert kell az érdekes státusz, hogy ezt tudjam csinálni konkrétan, hogy azokat a szarpapíroknak neki lehessen állni. Úgyhogy miközben itt kihozalodom meg, és a többi történik. Azok inkább meséljetek ti, hogy vagytok. Most annyi, hogy várakozunk. Ennyi. Ugye ezt a napot is felírja a Twitch nekünk. Konkrétan ennyi. Igazából. Elég szarul nézek ki. Ja. Így van. Igen, tisztában vagyok vele. Egyébként, de köszönöm szépen kedvességet. Ja. Világos. Ugyan, szeptember 3-tól 24-ig subtember lesz. Ez azt jelenti, hogy féláron lehet feliratkozni. Hoppá. Az igen. Ez igen. Érdekes. Subtember. Ez érdekes. Ilyet még nem akadtam. Szarul vagyok, de nagyobb lesz. Így van. Szarul megy, jön a zsuli. Amúgy jobbulás. Köszönöm. Szarul nézel ki, nálam az ilyen kinézett a megszokott. Ez az. Szevasz Krisztán, jó reggelt, hello! Rolt, neked is! Csoma, Satoshi, most így pörgetem vissza a csetet. Szabolt, szevasz, James, hello! Petert, a tiszteletem, Petko, Panda, Szabi, Rallom, mindenkinek köszöntem, remélem. Tegnapi F1 nagyon jó volt, Bala. Örülök neki, tényleg. Szuper. Szevasz, Martin. Szuper. Jéghideg innivalót iszod. Hát, kacok. Nem vagyok a bomba formában, akármit lehet itt össze-vissza hadoválni. Közel sem vagyok bomba formában. Konkrétan most rendelni fogok valami gaját, mert igen, basz van. Be kell vetni az aranytartalékos gazok. Nincs mese itt most. Kőkeményen. Janika megint itt van mellettem természetesen. Úgyhogy... Ja, valami legyen. És akkor...
el teszek veszek itthon, csak annyi, hogy bele kell rázódnom a napba, facok, és akkor úgy fasza lesz. Akkor onnantól kezdve már úgy megállíthatatlannál válok. Ja. Mit tegyünk? Cheeseburger gyerekek, ezt kell ide valamának. Egyből kihozanodom. Még be is kell lépnem. Egy kiolvasztott kiló darált hús. Az hogy szokott kinézni? Én nem tudom. Biztos szép. Lassan lépek, hogy angolba folytsam bánatom. Ágyúri bá! Nem szabad ilyet. Hangod is kell, meg úgy alapból is jobbulás. Tehát köszönöm. Tényleg az, hogy nem az a célom, hogy most itt mindenki mondja, hogy jobbulás, meg sajnáltassam magam, félre ne értsetek. Tisztázzuk. Azt nagyon nem szeretem. De köszönöm, megtisztelő, aranyosak vagytok. Igen, ez a reggeli hangom egyébként, ez a nagyon-nagyon reggeli hang, csak ilyenkor ugye háromszor lassabban ébredek föl konkrétan, úgyhogy nagyon jó. Ja. Na várjál. De persze, Szabi, mondd, Iker, azonnal megy. Nem azt irány. Hát azért megyünk most, azért van ez az adás, hogy meglegyen. Ja. Mert... Hát eléggé szarú vagyok, picikét szarú vagyok, tehát ha streamelés szempontjából veszük, akkor szarú vagyok. De ha nem, akkor elviselhető, mert itt ülök, tehát hogy én ha beteg vagyok, akkor fekszek. Tehát vagy az ágyban, vagy a gép előtt. Tehát ez olyan, folyik az orrom, szar a hangom, ez ilyen futballmenedzseres, Jurassic World-ös hangulat. De lehet, hogy majd délután lesz programom, majd kiderül. Amúgy is. Úgyhogy majd úgy tényleg alakulni fog ez a dolog. De majd mindenről be fogok számolni, hogy is. Ha lesz programom, akkor ha odáig eljutok, akkor már haza. Akkor már beszélni fogok róla. Na rendben már meg! Na bocsánat. Micsoda! 2000 forint alatt nem lehet rendelni? Akkor két hamburger. Azt a videó. Jana, 5 millió. De hogyha megfordítom ide így, már 10. Persze. Hát mit gondoltunk? Akár életbe vele. Nem gondoltad volna mi? Ilyen apró trükköket kell bevetni. Mi az, hogy FF? Hashtag FF. Jurassic a legjobb kombó. Ja, FM Jurassic, ja. Ja, hát ilyen lazulós. Igen, durván lazulós. Na nézzük, ránézzük az eredményekre. Na, Twitch még nem írta föl ezt a mai napot, csatol nekünk. Azt a büdös, mocskos anyját, azt. Hát ez nem jó. Ez bizony nem jó. Ti hogy vagytok, srácok? Munkában vagytok már? Milyen nap van ma? Csütörtök? Csütörtök van, úristen. Mi van ma csütörtök már? Srácok, továbbra is a mikor lesz, meg mi lesz, hogy lesz, sicsúgy. Ilyen kérdést fölösleges föltenni, mert ha tudnám, akkor úgyis elmondtam volna már. Ha meg nem hallottad, akkor hát most ne haragudj, hogy ezt mondom, tényleg félre ne érts, nem azért, mert lesöpörd le a vállamról, meg szeretem lesöpördni a vállamról a dolgokat, de így jártál. De tényleg, ha tudom előre, hogy mikor mi lesz, akkor biztosan ki szoktam rakni Discordra, Facebook oldalra. És ennyi. Igazából. Úgyhogy jaj, inkább itt gépen nézem a csetet, bakker. Kellene tolni egy restartot a nyárra? Hát igen, igen. Ez a nyár is egy hosszú étvége volt, baszki, amúgy. Egyik ismerősöm. Várjál, mert fújni kell. Remélhetőleg. Rohadjál meg, mikor nincs kivel. Vagy baszodjál meg, mikor nincs kivel. Ahogy szokták mondani. Szeretem.
Nem az Márti, azt mondja, ma lehet elcsesztem a kávéfőzőt másodjára. Hát, Márti. Előfordul ez apukám. Semmi gond nincs ezzel. Ez benne van a pakliban. A nyára sajnos, nincs flashback. Ez így van. Akárhogy nézzük, hogy rohadjon meg, ez így van. Ja. Az a legfinomabb Janik a világon? Hát, ja, almás. Vagy fasz. Nem almás. Akkor... Én eddig azt hittem. Abszolút. Akkor ez strawberry gyerekek. Epre. Mióta nem almás ez? Én azt hittem zöld almás. Viccen kívül. Mindegy, jó. Igazából. Rejkönen kihagyhatja a belga hétvégét. Hogy? Lebetegedett? Vagy mi? Zöldalmás, máspéles, vodka, nem rossz, ja. Jó reggelt, Ádám, szevasz. Nem volt fura íze a zöldalmás Anikának? Nem. Aszki. Nem. Mi ez a zene? Kicsit pörögjél már föl. Nem a Zsolti. Hello. Faszán. Belőttem most a ticset. Fasza. Ilyen jó még sose volt talán. Neymar. Neymar, ne is említsétek. Neymar menjen a pitsába. Kovaja mondom neked. Ez jó zene. Ez az alakul. Szóval menjen a francba, Neymar. Nem kell ő nekünk. Úristen, dehogy kell. Sose kellett. Te jó ég. Hát mindjárt idegbajt kapok. Baszki, most meg eltüntettem a csetet. Faszba bele. Én marha. Tegyél valami copyright a zenén. Ez az? Paul Kamubráner. Nyomja neki. Real Madridban nem fog menni, bár mondjuk kinézem a Neymarból. Én azt nem értem, hogy ez a tilitolizás, tehát ez valami iszonyat. Öregem, ennyit tökölődni. Hát döbbenet hallod. Hát most figyelj, miért nem áll ki öregem a nagy érdemű elé, aztán megmondja, hogy gyerekek, én ide akarok menni meg oda. Hát mit vizér itt? Miért nem mondja azt, hogy... Vagy miért nem cáfol rá egyáltalán a hírekre? Miért nem mond valamit? Kusson a gyerek. Nem nyilatkozik semmit sem. Hát menjen a jó édes anyjába az ilyen. És ért, amikor visszagondolsz a barcelonás időszakára, akkor is mi volt? Áj, itt maradok. Itt fogom megöregedni. Rá fél évre már ment el a PSG-be. Hát a kurva anyját azt. Érted? Én csak így lazán. Szia, Blazer. Nem bele Isten kikövette a Barszát? Persze. Ez tényleg igaz? Vagy csak szórakozol? Azért ment el a Barszából a Neymar, mert nem tudott érvényesülni Messi mellett. Madridban pedig ő lenne a legnagyobb. Meg a lakhelyét is kitörölte? Az igen. Hát az ilyen az egy kis nyikfing. Béka segge alatt élő kis hülye gyerek. Tudom én, hogy miért ment el. A Messia ezt mondta ő. Aztán mi volt a valóságban, az ki tudja. Hihetetlen. Hihetetlen.
Hát Madridban van egy Hazard is, de közel sem akkora reklámfogás, mint egy Neymar. Közel sem. Hazardtól nem esnek hasra az emberek, szerintem. Nem egy Ronaldo, egy Messi, egy izé. Ilyenek, őket nem tudja megközelíteni picit sem Hazard. Jó játékos sem, arról van szó, az meg. De... Szerintem az nem az a játékos. Egy Neymar viszont igen. Csak azt mondja, nézzétek meg, hát az egész világot lázba hozza. Nem vagyok oda érte. Hát Dembele nem sokat tett a Barcelona játékához, így van. Igen. Szia, Benny. Igen. Messi árnyékában nem tud érvényesülni. Így ment el Neymar. Így. Messi árnyékában nem tudok érvényesülni. Ronaldinho mellett ő Messi miért nem mondta akkor ezt annó? Azt ment el máshova. Vagy a tököm tudja ki volt még ott akkor a Ronaldinho mellett a csapatban. Érted? Ő miért nem mondta ezt? Ott maradt, azóta is ott van a Barcelonában. Akármi van. És hiába a világ egyik legjobb csapata. Láthatjátok, hogy Neymarnak nem volt ez elég, meg hány játékosnak még a világon nem volt ez elég. Azt sem tudják, mi az, hogy lojálisnak lenni. Csak mennek. Érted? Szív az... ki nem szarja le. De vele meg igazából egy baromi rossz igazolás volt. Katasztrófa. Én nagyon bírtam a srácot, Dortmundban piszok jó játékosnak tartottam, amikor ott volt. Aztán... Bocsánat. Hát itt nagyon gondok vannak, mint hittem. Már kölgök is. Mit akartam ebből kihozni? Akarodban, nem tudom. Besült egyszerűen. Hát még majd kiderül Griezmann. Majd még kiderül a gyerek, hogy mennyire lesz jó. Hát most itt az első meccsén azért ügyes volt. Se Suárez, se Messi nem volt ott. Nagyon jól játszott. Ami a helyzeteket illeti. A szerint. De nem láttam a meccset, hát most így azért nehéz. Most egy összefoglaló alapján az véleményt alkotni. De amilyen megmozdulásai voltak, hát azért kevés ilyen gólt lát az ember. Tehát szép volt. És jó, majd kiderül, hogy mennyire hozza konstans a jó eredményeket. Coutinho, Neymar 2.0. Coutinho kicsit sem. Hát miért lenne az? Hát Coutinho a retardált edző miatt nem játszik. A retardált vezetőség miatt nem játszik. Örülhet annak, hogy egyáltalán el lett adva kölcsönbe. Szerintem. Egy ekkora átigazolás. Hát... nem értem. Szar a vezetőség, ez is azt jelenti, én úgy gondolom. Sajnos, ugye a fáját. Interben is játszott annó Coutinho. Hát én úgy gondolom, hogy egyáltalán nem azon a poszton játszott Coutinho, ahol neki kellett volna. Neki teljesen Iniesta 2.0-át kellett volna játszania. És ő erre alkalmas is. Tehát nem értem. Mindegy. Mindenhogy a vezetőség hibája. Ha ő ténylegesen egy szarjátékos, akkor azért. Ha nem ott játszották, ahol a legjobb, akkor meg azért. Mert lehetett volna ott játszott, én úgy gondolom. Sánchez, ja, Renato Sánchez az Interbe vett kölcsön, aha. Hát ez van. Hát de most akkor képzeld el. Én nem is értem, tehát most három ekkora játékos hogyan játszana amúgy? Négy, bocsánat. Messi, Suárez, Griezmann és Neymar. Hogy? Hogy fér össze?
négy támadó, gyerekek. Ez mind olyan négy támadó, hogy a kezdőbe illik. Való. Alexis Sánchez vett az Interbe. Na, ez jó döntés. Végre. Ja, Alexis Sánchez, na. Ó, azt hittem Renato, baszki. Ja, az a Lille-be vett. Ja. Hogyha azt hittem, hogy Bayern van szó, ő vett oda. Ez jó. Ez jó hír. Jó hír. Jó játékosnak tartottam én őt mindig is, aztán. Hát most ez nem árt. Neki ez a United-be való igazolása, hát ez katasztrófa volt. Suárez nyilatkozta, hogy öregszik el a hely a fiataloknak. Hát az Suárez az. Még játszani fog egy picikét. A nagy United fan oda nézé, nem tudja, hogy elment az egyik játékosuk. Úristen, Martin, hát ez mi? Hát ez most hogy mi? Hát ez azért... szégyen. Azt az afteres veretős mindenit. Utóirat fehér, asztalon nem mehet kárba kóla. Mi? Nem mehet kárba kóla? Nem értem. Szavasz, Bebe. Jó reggel, Dani. Hát ilyen... igen, gyógyulós after van. Jó, ja. Igen. Az Inter felvásárolja a félvilágot? Ennyire nagyon belejött most a költekezésbe? Aszta. Na, nincs valami hely, ahol meg lehet nézni, kiket igazoltak eddig? Már Villarreal-ban van Alexis Sánchez. Nagyon helyes. Ez fasza. Na itt van. Mennyi? Lukaku? Azt tényleg megvették Lukakut, bazd meg. Ezt el is felejtettem. Közben megint múlik aljam. Azt a mindenit. 65 millióért. De miért? Tehát ez hogy? Hát mennyi pénzt kaphatott a gyerek? Júj! Valentino Lazaro a Hertából. Hát ennyi, hát most ez nem sok. A Lukaku volt nagy igazolás. Többit nem ismerem. Nainggolan elment a csapattól. Perisic kölcsönbe a Bayernbe. Érdekes. Érdekes, érdekes. Jobb is, hogy nem csinált semmit. Hát basszus, de meg kell nézni Bayernbe, vagy Barcelonába, meg Arzenába milyen jó volt. Hát valamit csak elrontottak ott a Unitedbe. Vagy valamit csak ott csinálnak szarul. Tudom amúgy, hogy én is, hogy szarul játszott. Hát én is meg voltam ezzel lepődve. De azon is, hogy az Arzenál hagyta, hogy elmenjen, érted? És te nem mondom. Áll a gyerek. Godin az Interben van. Ó, azt nem láttam. Az jó. Jó védő. Hácskacok, akkor olaszok, nézd meg. Jönnek fölfele, azt a büdös leborult mindenit. Skacok, jött az örömhír. Megvan az érdekelt státusz. És most ilyenkor mi van? Mármint, hogy... elvileg küldeni fognak valamit? Egy meghívót. De hova? Lehet, hogy le kell ülni az adás hozzá, mi? Igen. Ja. Ha mindenki az Interbe van. Körülbelül. Ez jó. Áruló csöves Kontéva jó jártak a kis padra. Áruló? Miért? De miért? Miért hívod annak árulónak? Nem tudom, tényleg. Jaj.
Ja, Nainggolan a beteg felesége miatt ment oda, ahova. Ott kezelik őt és közel akar lenni hozzá. Húha, ez igen. Szép. Szép, szép gesztus. Így van, Máté. Juve legenda, csapatkapitány is volt. 2012-ben ő hozta fel a Juve-t a béka feneke alól bajnoknak. Azóta gyerünk sorban. Hát de most ezért miért áruló? Nem értem. Továbbra se. És nem kötözködni akarok, tényleg félre ne ér, csak miért? Hát most biztos nem kellett a Juventus, hát most akkor ne menjen sehova. Jó, de mondjuk akkor pont a rivális Interhez ment. Azért mondod? Hogy akkor menjen máshova? Ja, mert az Interbe ment. Ja. Ja. Hát, ja, érthető végül is. Ja, így, hogy Juve legenda, csapatkapitány is volt. Ja. Valóban. Ja, ja, ja. Ezt nem tudtam viszont, hogy ekkora riválisokra ez a két csapat. Atlanban. Ja. Ja, hát igen, Sarri meg Napoliból Chelsea, aztán Juve, igen. A felkészülés második napján a semmiből ott hagyta a csapatot. Meg lenyilatkozta, hogy ezzel a kerettel nem ér el semmit BL-ben. Jött a Allegri és rögtön BL döntőt játszottunk. Az igen. Hát ez érdekes. Az érdekes. Jézusom. Ezt nem tudtam. Érdekes információk ezek. Én Róma drukker vagyok. Nem kell idegeskedni a dobogóit legalább. Ennyi. Így van. Így van. Nem áruló, hanem muszáj volt neki menni a Reálba, mert figyelték őt és a családját. Mi? Ez most mi? Fenyegetés? Meghangzik? Fenyegették, zsarolták őt, vagy mi? Juventus nagyon erős. Igen. Igen, még így is. Hát az Inter az nem sokat fog tudni csinálni velük. Szerintem. Mocskosul erős lett. Hát sok ellenfele lesz. Ha játékos állományt nézzük. De hát most ez az edző... Hát ki tudja. El akarták rabolni a gyerekét. United Európa Ligát fog nyerni. Lehetséges, hát. Hát azért nem olyan rosszak ők mégis. Jövő évi Forma 1-es menetre, de nem láttam még. Azt tudom, hogy 22 nagy díj lesz. Az durva azért. Szia Dénes, jó reggelt! Kész is a jövő évi versenynaptár. Atya világ. És elég durva lesz. Sok nagy díj lesz, azt tudom. Hát egyre több. Minden eddiginél több lesz. Háromszor kaptad meg az eddig ezt a reklámot. De én nem tudok ezzel ellen mit csinálni. Hogy lehet kikapcsolni a reklámot? A tököm tudja. Fel kell szabolni a csatornára, és akkor nincsen reklám. Doki megmondta tegnap. Vietnámi nagy díjra? Azt már láttam. Azt hiszem.
Ja, rendben van Soma, oké. Oké, köszönöm. Fasza. De Fradi fogja megnyerni az Európa Ligát, úgy van. Fradi és a Puskás Akadémia nagyon erősít. A Puskás miből? Ja? Ajaj. A Fradi, hát a Fradinak azért van miből mondhatni. Tehát, hogy ilyen, hát hogy mondjam, nagyon idiótán, legálisan van miből. Kisvasútból. Azaz, úgy van. Jézus, a múltkor láttam ezzel a kisvasúttal kapcsolatban valami érdekes cikket. Hogy naponta mennyi pénz jön abból a kisvasútból, meg ilyenek. Hogy hányra használják. Érdekes volt. Atya világ. Na, óramű pontom, mi van? Csíra gyerek, mi van? Micsoda? Óramű pontossággal? Ja. Most nem tudom, mi van amúgy ilyenkor, hogy a Twitch az mikor küldi ki az értesítést, baszki. Hogy lesz? Le kell ülni az adáshoz, le tudni. Azonnal jött az értesítés. Az jó. Szevasz, Tundra. Hello. Zandvoort. Az olyan monakós. Hát... Felülem aztán... Csiri-viri nagydiakat is behozhatnak. Hát ez a for... Igazából srácok, itt egy dolgot kell szerintem megértenünk. Ma tényleg így én véleményemről is beszélek, a hozzáállásomról. Félre ne érts, most nem akarok én tanácsokat adni. Próbálok magamnak is ezt mondani, mert... Én úgy látom, hogy srácok... Én a szeretném a régi Forma 1-ből azért sok dolgot, de büdös életbe azok már nem fognak visszajönni, és attól félek, hogy meg kell barátkozzunk azzal a gondolattal, hogy amit kapunk, hát abból kell építkezzünk. Azt kell megszeretni valahogy, ha megy, akkor megy, ha nem, akkor kinyomom a tévét, aztán az. Úgyhogy ennyi. Úgyhogy a... Szevasz, Martin! Japánban már 6-szoros világbajnok lehet. És az a baj, hogy baszki, nagyon nagy esélye még Schumachert is beelőzi. Bocsánat. Opika. Gregnek sikerülni fog az első sub? Nem tudom. Nem tudom, hogy ez hogy működik, attól függ, hogy most ez hogy működik, vagy hogy fog működni. Passz. Ja, Wikipédia már, tényleg Wikipédián kint volt, hogy 6-szoros bajnok, ja. Hát végülis az, csak hivatalosan még nem, ja. Igen. Addig nem áll le, amíg nem lesz 8-szoros bajnok. Ja. Ja. Hát, skocok, igazából... Én úgy gondolom, hogy... Azért... Lehet bárki, akárki... Nem vagyok se Hamilton szurkoló, se ilyen-olyan szurkoló. Csak Schumacher szurkoló. Na jó, azt azért tudni kell, hogy bele lehessen kötni abba, amit mondok majd. Én úgy gondolom, hogy aki látta régebben Schumachert versenyezni, és látta ezt a Hamiltont is, hogy hogyan szerezte meg a bajnoki címeit, és nyilván Schumacherre is értendő, akkor szerintem tudja azt, hogy nagyon csúnyát fogok mondani,
lehet, hogy ha ezt egy szakértő meghalaná, akkor fejbe lőne, de szerintem az én fegyverem hamarabb elsülne. De hölgyek, urak, nekem az a véleményem, hogy Schumacher bajnoki címei nekem valahogy többet érnek, mint Hamiltoné. És ez nem azt jelenti, hogy Hamilton rossz versenyző lenne, csak ez olyan, nem tudom, olyan kis sétakocsikázós, olyan csak a Mercedes nyerhet. Nyilván régebben is voltak ilyen dolgok, hogy Schumacher bajkos gyerek volt, meg sunyi gyerek volt, belepakolta a falba az autó, csibész gyerek volt, meg taktikázott így, meg úgy. Meg mit tudom én még, mi a szart csinált. Meg ott is biztos, hogy mondták, akkoriban is mondták, hogy ó, hát, hogy az FIA segíti a Ferrari-t. Ki tudja. De én úgy gondolom, hogy Schumacher... faszább volt. Többet érnek azok a bajnoki címek nekem, mint Hamilton bajnoki címei. Igen, de úgy nagyon. Köszi, skacok. Köszönöm. Tehát azért vannak érdekes dolgok, amiket produkál az FIA, akárhogy nézzük. Skacok, most azért lehetünk akármilyen szabályhoz ragaszkodó idióta hülye gyerekek, de hogyha figyelembe vesszük azt, hogy a Mercedesnek mennyivel több erőforrása van emberbe, mennyivel több pénzük van, mennyivel több emberük, sokkal többen, szinte már dupla annyi embere van, mint a Ferrari-nak. De erről a Ferrari is tehet nyilván, mert annyira ragaszkodnak ez az Olaszország, csak Olaszország. Nem költözünk se ide, se oda, hogy többen merjön jön. És ennyi. Ez nem jó. Sok embert így nem tudnak megfogni például. Ami érdekes dolog. Azért Ferrari-nál van pénz, nyilván. Tehát azért, ha odamész, érted, bármit megkapsz. De valamiért mégse. Annyit nem érnek. Inkább maradnak a Mercedesnél, vagy itt ott. Így, hogy ekkora előnye rendelkezik a Mercedes, tehát ilyen minden téren, még így is, én azért valahol egy picikét a Mercedes ellen tennék egy-két szalmaszálat keresztbe. Nem? Hát most szabály ide vagy oda. Tartsuk magunkat a szabályokhoz. Persze, oké, nyilván, de azért, hát hogy baszki, hogy mindig szinte őket védik, érdekes dolog. De ettől függetlenül egyébként azt meghagynám, hogy rendkívül ilyen profi csapat. Tehát a mezőnyben a legprofibb csapat. Nyilván, hogyha lenne egy nagyon komoly riválisa, akkor lehet, hogy megrogyna ez a profizmus. Hát majd ez kiderül. Én úgy gondolom, hogy a Red Bull felfejlődhet erre a szintre, tehát ott iszonyatosan sok pénz van ott is. Jó a politikájuk, tolják mint a szar. Az F1-et is jó versenyzőjük vannak, jó az akadémia. Nem elég van a Forma 1-ben a Red Bull, baszki, és mennyire jó tolják, hihetetlen. Döbbent, hogy felépítették magukat. Jó, hát hogyha Mercedes veszünk figyelembe, akkor még durvább, ugye nyilván. Úgyhogy... ja. Valami normális zenét. Nem. Ez a normáltalan jó. Tökéletes. Viccen kívül.
Hát ezt nem fogjuk megtudni. Ilyet fölösleges mondani, én úgy gondolom. Én nem szeretek ilyeneket mondani. Ha így lenne, akkor lemosott volna bárkit. Ki tudja. Ők találták fel az autót, mit vártatok? Szia Szabolcs! Hello, hello! Atya úristenes tiszteletem! Srácok, én viszont távozom, bakker! Miről szólt ez az adás? Arról, hogy a Twitch felszámolja ezt az adást is a többi közé, hogy a papírmunkára neki láthassak, hogy meglegyen a érdekes státusz itt Twitch-en, hogy fel lehessen iratkozni a csatornára, meg cheers-t lehessen küldeni, meg mit tudja, hogyan vannak ezek a bites dolgok, ennyi igazából. Meg nem tudom, hogy milyen pluszokkal jár ez. Jövő héten kedden meg lesz a partnerség is, úgyhogy fasza lesz majd elvileg a dolog. Úgyhogy ennyi. Mi az, amit szeretnék mi mondani? Meg hát én sem vagyok olyan üdefaszán, tehát ez így nehéz normálisan beszélni, hogy szipogok, idióta hanggal beszélek, nem a legjobb így bármit is csinálni, úgyhogy hát ja. Na mindegy is. Jövök majd szerintem valamikor, nem tudom, hogy mikor. Teszek-veszek majd itthon, van dolog mindig, és majd jönni fogok akkor, amikor úgy gondolom, hogy na most akkor fasza. Ennyi. Most nem írok ki sehova semmit, vagy kiírjak azért Facebookra? Jó, kiírok valamit azért Facebookra. Valamikor a mai nap mindenképp leszek szerintem, úgy gondolom. Hát ha közben jön bármi váratlan, akkor csak jó. Úgyhogy ennyi. Úgyhogy leszek a mai nap, csak nem tudom mikor. Köszönöm szépen egyébként a jó kívánságokat, srácok, minden jótoknak. Örülök, hogy beszélgettünk egyet. Fasza volt, meg voltak is. Talk show a mai napra. Ennyi. Úgyhogy most bízunk benne, hogy ezt a papírozást le lehet majd tudni. A Twitch-en. Ennyi volt, srácok, akkor. Jó időtöltést kívánok a nap hátra levő részére. És vigyázzatok magatokra, ne legyetek náthásak, mint én. Ez nem jó dolog, szar. Én utálom. Már nekem ez is szar, olyan picikét úgy lehúz. Na, hölgyek, urak, szevasztok! Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok, hello, hamarosan találkozunk.